Köszöntöm a Híradó Plusz nézőit a Magyar Állandó Értekezlet részleteiről, vajdasági vonatkozásairól, illetve a jövőbeni tervekről kérdezem Pásztor Istvánt, a Vajdasági Magyar Szövetség elnökét. Jó napot kívánok! Az idei értekezlet a koronavírus járvány miatt rendhagyó módon zajlott. Hát mennyiben volt ez most más az eddigiekhez képest? Hogyan kell ezt elképzelni? Hogyan zajlott ez most online formában? Jó napot kívánok! Valóban ma volt a máért 19. éves értekezlete, és teljesen más volt, mint amihez hozzászoktunk. Amihez hozzászoktunk, az a személyes találkozásnak a lehetősége, és gyakran szokott előfordulni az, hogy sok mindenkivel az ember ilyenkor tud az egész év folyamán egyszer találkozni. Ez most elmaradt, illetve hát a virtuális térben valósult meg, se a hangulata nem olyan neki, se a hatékonysága nem olyan neki, és azt gondolom, hogy a, a, a beszélgetésnek az esélye is, a lehetősége, a közös gondolkodásnak az esélye és a lehetősége is sokkal kisebb, mint egy normális körülmények között szervezett tanácskozáson, de hát ez a, ez a realitás, és a realitásokat figyelembe mindenféleképpen fontosnak tartom, hogyha ilyen körülmények között is, de a folyamatosság megtartása érdekében sor került az idejében is a Májt megszervezésére, és egy olyan zárónyilatkozatnak nyilatkozatnak az elfogadására, amelyik általánosabb sokkal, mint a megszokott, visszafogottabb terjedelmében sokkal, mint a megszokott, kevésbé terjed ki a figyelme a különböző határon túli területeken elért eredményekre, de a célkitűzések szempontjából azt gondolom, hogy ugyanolyan összefogott, mint ahogy az általában lenni szokott. Az idejévé konferencia zárónyilatkozata, nyilatkozata, illetve hát a következőjére vonatkozó célkitűzések az az újrakezdésről szól, és mindannyian arra készülünk, hogy a vírus leküzdését követően újra tudjuk kezdeni az életet egy normális kerékvágásban. Az idejév az nem csak itt mi nálunk, hanem sok mindenhol máshol, nem csak a vírus jegyében, nem csak a trianoni századik évforduló jegyében valósult meg, hanem a választások jegyében is. Sokan gratuláltak ez alkalommal is az idejévi választási eredményeinkhez. Én is beszéltem róluk röviden, azt gondolom, hogy egy trendfordító választási eredményt produkálta a Vajdasági Magyar Közösség, és azt üzente mindenki számára, hogy nem mond le önmagáról, nem mond le annak az esélyéről és jogáról, hogy saját maga intézze a saját ügyeit, és nem mond le a szülőföldön való magyarként történő boldogulásnak az esélyéről. Ez az alapvető üzenete az idejévnek. Ez ugyanakkor egyfajta kötelezettséget is jelent a Vajdasági Magyar Szövetségnek. Ezzel próbálunk élni, ezt próbáljuk megvalósítani az előttünk levő időkben készülünk nemzetpolitikai vonatkozásban is az újabb feladatokra. Határozott elképzeléseink vannak akár az identitás megőrzés tekintetében, akár a gazdasági fejlesztés vonatkozásában, az egzisztenciális kérdéseknek az előbbre vitele szempontjából. Nemzetpolitikai vonatkozásban is, és itteni vonatkozásban is. Nemzetpolitikai vonatkozásban azt várom, hogy az elkövetkező napokban, hetekben alkalom legyen a miniszterelnök úrral találkozni és ezekről a dolgokról beszélni. Határozott elképzeléssel fogok bekopogni az ajtaján. Másrésztről pedig a napokban aláírt koalíciós megállapodás azt gondolom, hogy egy olyan. Olyan keretet teremt itt Szerbiában a számunkra, amelyiknek a megvalósulása a meghirdetett és támogatott választási céloknak a megvalósulását tudja eredményezni. Mely témák voltak konkrétan azok, amelyek a vajdasági magyarságot érintik, tehát milyen döntések születtek? Ez ügyben említette itt a gazdaságot, az identitás megőrzést. Igen, én azt gondolom, hogy a szülőföldön való magyarként való boldogulás az, az, a mindennapi gondolkodás, politikai gondolkodás és cselekvés szempontjából ezt a két dolgot kell, hogy állandóan jelentsék egyrésztről az identitás megőrzést, akár az oktatásban, akár a művelődési életben, akár a nyelvhasználatban, vagy a sajtóterületén, ez az a négy klasszikus identitás megőrzési terület. Egyrésztről, másrésztről pedig az életkörülmények, az existenciális körülményeknek a javítása. Ami az elsőt illeti, Sajnos az van, hogy soha nem mondhatja az ember rá, akár az oktatási rendszerre, akár a művelődési életre, akár a sajtóra, hogy rendben van teljes mértékben minden, mert ha rendben is van, az élet mindig újabb és újabb feladatokat hoz, mindig ahogy, ahogy változnak az idők, úgy alakítani kell a rendszernek a különböző elemeit, elemeit ezekhez a feladatokhoz és kihívásokhoz, ezt csináljuk most is, erre készülünk. Figyelembe kell venni a, az oktatásnak például a, az újabb modern követelményeit, figyelembe kell venni azt, hogy sajnos nincsen több gyerekünk, mint amennyi volt, hanem kevesebb van, sok mindent át kell alakítanunk, át kell gondolnunk úgy, hogy hogy a magyar oktatás az minőségében, vonzerejében megmaradjon, ugyanez érvényes akár a művelődési életre, vagy a sajtóra, ahol állandó változásoknak kell megfelelni. De hát ami a, a az egzisztenciális kérdéseket illeti, ott nem csak a gazdaságfejlesztés az, ami fontos, hanem mondjuk az életminőségnek, az életkörülményeknek a javítása. Ezért kiemelkedően fontos az, hogy a koalíciós megállapodásba több mint 40 olyan infrastruktúra fejlesztési projekt került be, amelyik a mindennapjaink van, a szempontjából, az életminőségünk szempontjából kellene, hogy előrehaladást jelentsen, akár közlekedési, akár víz- vagy szennyvízellátási problémák megoldása szempontjából, vagy internet hozzáférés vonatkozásában, vagy környezeti károk orvoslása szempontjából, mindez gyakorlatilag a, a a, magyarként szülőföldön való boldogulásnak a föltétele. Emellett pedig abban reménykedünk, hogy folytatni tudjuk a gazdaságfejlesztési programot, ami öt évvel ezelőtt került döntés szinten elfogadásra is, körülbelül négy és fél éve működtetjük is, nem egész négy és fél éve működtetjük. 13 ezer sikeres pályázat volt, arra készülünk, hogy az idejében lezárt pályázatok még az idejében ö, eredményhirdetési fázisba kerüljenek, hogy a szerződések aláírásra kerüljenek, megvan a pénz, amiből ezeket a pályázatokat meg lehet valósítani, és ö, készítjük a következő pályázat kiírását, valószínű, hogy december elején erre is sor fog kerülni. Tehát akkor vannak tervek itt a jövőre nézve, melyek azok, amelyeknek idén sikerült megvalósulniuk a helyzet ellenére is? Hát mindenek előtt azt tartom nagyon-nagyon fontosnak politikai értelemben, hogy a választást azt jó kondícióban és az előzetes várakozások szempontjából is sikeresen vettük, sok mindenkit meglepve ezzel. Másrésztről azt gondolom, hogy, hogy az idei évnek az egyik pozitív nagy eredménye az volt, hogy ebben a vírushelyzetben, ebben a nem mindennapi rendkívüli állapotban sikerült támaszt és biztos pontot jelenteni a vajdasági magyar közösség tagjai számára a mindennapi életük intézése szempontjából. Emellett az intézményrendszerünk működését biztosítani tudtuk különböző programokra, amik megvalósulhattak, sikerült biztosítani a megfelelő forrásokat. Sajnos ezeknek a programoknak a száma sokkal kisebb volt, mint amit szerettünk volna, és mint amire igény is lett volna. Emellett pedig hát volt egy pár olyan jelentős beruházás, aminek a befejezésére sor került, mint például a a Becskereki Zárda épületének a fölújítása, illetve funkció és hát mennek a különböző gazdaságprogrammal, gazdaságfejlesztési programmal kapcsolatos pályázatok is. Ha jól tudom, jól emlékszem rá, akkor öt olyan pályázati körnek a lezárása valósult meg, vagy valósul majd meg az idejében, amit az idejében indítottunk. A Máérthoz kapcsolódóan még egy kérdésem lenne. Felmerül a kérdés szintén a vírus, illetve a járványhelyzethez kapcsolódóan, hogy a két ország közötti magyarsága között hogy lehet most fenntartani a kapcsolatot? Hát úgy, ahogy a körülmények ezt lehetővé teszik. Azt, amit én nagyon fontosnak tartok, hogy, hogy csak amikor elengedhetetlen volt, akkor került a határ lezárásra. Az, hogy, hogy kisebb a határátkelőknek a száma, ez egy tény, de a, a visszaesett forgalmat figyelembe véve azt gondolom, hogy a létező határátkelők is ki tudják szolgálni az érdeklődőket. De a személyes kapcsolattartás lehetősége megmaradt, a, a, az életszerű, ügyek intézésének a lehetőség, akár a munkavállalói feladatok ellátása, akár a továbbtanulás, akár egyéb más feladatok vonatkozásában lehetőségek vagy igények szempontjából ez megmaradt. Sokkal nehezebben bonyolíthatók a mindennapok, mint ahogy azt megszoktuk, de ezen nem tudunk változtatni. Az, ami, ami nagyon fontos, hogy hogy mind a két oldalon, a határ mindkét oldalán, magyar-magyar vonatkozásban is, és magyar-szerv vonatkozásban is mindig az volt az elsődleges szempont, hogy csak azok a korlátozások kerüljenek alkalmazásra, amik elengedhetetlenek. Elnök úr, köszönöm szépen a beszélgetést. Köszönöm szépen az érdeklődést. Jó napot kívánok! A Híradó Pluszt bíró Tamara tudósította Szabadkáról.